A hulladékhasznosítás területén partneri viszonyok kialakítására van szükség az önkormányzatok, a lakosság és a feldolgozók között. Szerbiában ehhez adottak a törvényi feltételek, viszont hiányoznak a gyakorlati tapasztalatok. Danas na konferenciji su sa nama i naši strani konsultanti sa fakulteta u Hamburgu i sa fakulteta u Stuttgartu. Znači, profesori sa ovih fakulteta predstavit će iskustva iz Nemačke u oblastima planiranja i upravljanja otpadom i otpadnim vodama i neke alate za upravljanje u ovim oblastima. Több regionális hulladéktároló központ, közöttük a szabadkai, a mitrovicai, az indiai és a pancsovai központok létesítéséről készültek tervek. Ezek megvalósulása azonban várat magára, miután tavaly megszűnt a köztársasági környezetvédelmi alap. Európske pare iz európskih fondova, ali jednostavno bila je potrebna pomoć Republičkog fonda za životnu sredinu da bi to sve zaživelo. Pošto tih regionalnih deponija još uvek nema, znači sada opštine i dalje odlažu svoj otpad na svoja neuslovna smetlišta, odnosno opštinske deponije. A fejlett államok gyakorlata azt bizonyítja, hogy uniós források felhasználásával, mechanikai és biológiai módszerek alkalmazásával a hulladék fontos energiaforrásként szerepelhet. Ezek a modellek abban az esetben működnek, hogyha ezek olcsóbbak, mint a jellegi megoldások, illetve az, hogy mindenki valamilyen előnyt tud ebből kovácsolni maga számára. A tanácskozáson elhangzottak szerint a jövő nagy üzlete szén és áram helyett átdolgozott hulladék kerülhet a hőerőművekbe.